Zenés műsorral kezdődött a Dunajváros Közszolgálatáért díj átadó ünnepsége a Városháza rendezvénytermében. Az elismeréseket Cserna Gábor, Dunajváros megyei jogúváros polgármestere adta át a díjazottaknak. Minden közösség életében, gyakorlatilag is az ünnepeknek fontos szerepe van. Fontos szerepe van, mert közösség építésnek, az összetartás értékének egy Az idei évben a három díjazott egyike volt Kis Zsuzsanna anyakönyvvezető, aki elmondta, számos szép emlékre gondolhat vissza a pályája során, hiszen az anyakönyvvezetői pozíciót megelőzően pedagógusként dolgozott, többek között a dunajvárosi Petőfi Sándor, Kőrösi Csoma Sándor és Szórád Márton általános iskolákban. Egyrészt az ember visszatekint a múltjára, hogy valóban mennyi év és mennyi gyönyörű, szép dolog áll az ember háta mögött. Amiről én mindig azt mondom, hogy nekem olyan szerencsés életem volt, hogy megadatott úgy érzem az életben a két legszebb hivatás, első osztályosokat tanítani, és anyakönyvvezetőnek lenni. Bucsai Béláné több mint 20 évet töltött a Dunajvárosi Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályán. Ennek elismeréseként kapta a Dunajváros Közszolgálatáért díjat. Nagyon jó érzés ennek a birtokában lenni. Ez legalább mutatja, hogy az eltelt 21 év itt a hivatalban nem telt el nyomtalanul. Ezek szerint meg voltak elégedve a munkámmal. Örültem, hogy a kolléganők között dolgozhattam, tekintettel arra, hogy sajnos vagy jó, nem tudom, még nem tudom eldönteni, nyugdíjas leszek, tehát ezt az aktív munkát most már befejezem ezen a vonalon. Mint azt a szintén díjazott Babrányi Éva elmondta, a közszolgálatában dolgozni nagy kihívást jelent, ám véleménye szerint fontos, hogy ebben a munkában segíteni tud az embereknek. A Dunajváros Közszolgálatáért díj pedig nem csak elismerés, hanem motiváció is számára, sőt, másoknak is az lehet. Erőt ad mindenképpen, kitartás az azt hiszem volt eddig is, a visszajelzés az nagyon jó, és remélem a fiatalabb kollégáknál lesz ez majd egy kis motiváció, hogy nehéz terület ez, de lehet benne haladni, lehet benne sikereket elérni. A díjazottak Vargáné és Sűrű Renáta Dunajváros megyei jogúváros jegyzőjének irányítása alá tartoznak. Mint azt a jegyző elmondta, az elnevezés igen kifejező, hiszen valóban a közszolgálatában állnak, az ügyfelekért dolgoznak. Hozzátette, a Dunajváros Közszolgálatáért díj fontos visszajelzés a munkájukról. Végtelen büszke vagyok rá, hogy egy ilyen csapat élén állhatok, egy ilyen hivatalt vezethetek. Nagyon fontos a dolgozók számára az a pozitív visszajelzés, ami a mai napon is történt, és nagyon nehéz előzetes munka gyümölcse az, hogy kiválasztunk 167 köztisztviselőből 3-at, aki a maximum számú díjat megkaphatja az adott évben, hiszen sokkal több embernek adhatnánk. A Dunajváros Közszolgálatáért díjat létrehozása óta minden évben a köztisztviselők napja alkalmából adják át.